Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Adja magát a történet párhuzamossága a mai nappal. Szilágyi Péter, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa Tamási Áron egyik legismertebb mondatával köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében arról is szólt, ha évtizedek után is él egy közösség, az az otthonteremtés receptjének birtokában van. 80 évvel az elindulások után is egyben van a közösség, erős a közösség, erősek a bukmenei székelyek, összetartanak. Beszéljünk itt akár Tolna megyében, vagy Varanyában, vagy akár a Kárpát-medencében bukovinai székely közösségekről, és én azt látom, hogy van tenniakarási vágy is bennük, és az ilyen alkalmak, mint például ez a ház átadása, vagy éppen a székelykapu átadása, mind-mind azt mutatja, hogy a jövőbe tekintenek. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője a helyi közösség erejét méltatta. Egyszer 30 millió, egyszer 20 millió forint állami nemzeti támogatás érkezett az ingatlan megvásárlására, felújítására, valamint utána közel 3 millió forint eszközvásárlásra, illetve most megint 6 millió forint eszközvásárlásokra, illetve működtetésre, tehát lehet azt mondani, hogy mint egy 60 millió forintos állami támogatás mellé ők hozzátették azt a fajta társadalmi munkát, a tagok, a közel 160 tagnak, szinte minden egyes tag valamit tett hozzá, tehát lehetne mondani, hogy közösen közel egy 100 milliós értéket hoztak saját maguknak létre. A beruházáshoz Bátaszék város önkormányzata 5 millió forinttal járult hozzá. Illés Tibor, a bukovinai székelyek országos szövetségének elnöke arról szólt, a székely közösségekben a fiatalok tovább akarják vinni őseik kultúráját, amit az idősek szívesen tovább is adnak. A bukovinai székelység él, tovább él, és mindenképpen olyan tartalékai, értékei vannak, amit a fiatalok, úgy látom, hogy amennyiszer szoktam mondani, mégiscsak át tudjuk adni, van akinek átadni, és ez a ház mindenképpen bizonyítja, hogy otthonra találnak itt. A házban székely tájszobákat alakítottak ki, itt próbálnak az Egyesület civil kulturális csoportjai, és helyet kapott benne a 14 stációból álló Golgota, amely a népcsoport történetét mutatja be.